Oké, tiszteletem. Tünk szárnyak, ne hagyjatok szemben. Néha szállítványt el kell, hogy vigyek. És a főnök ennyit, ha nem fog ennek ülni, ha miért pont nálam bízzák ezt a napot? Ez viszont jól szemben. Tudom, várjunk, te hozz keresztül már. Nem érdekes. Csak én persze, hogy eljöjjék oda minél előbb. Minél előbb. Oké, oké. Tudod, aki. Mindjárt ott leszünk. Mindjárt. Fáj. Mindjárt. Ó, egyik. Nehezebb lesz, mint ahogy gondoltam. Na. Új, nem bírok. Szállt? Oké. Ez megvan. Gyerünk, gyerünk. Menni fogás. Működik. Működik. Jaj, mi történt? Magasságos égik? Hogy kviattak ki? Várjuk. Én? Oh. Szabad a pálya. Ízni. Na, most szépen maradsz, és megvárod addig, amíg kijönnek rebben, a pálcikád viszont telep. Na, mégis, várjunk. Mi van a bóravalóval? Mindig azt mondják, hogy bóravaló kell. Tesszék. Most örülsz? Jó, na megyek is. Repülök. Na, hülye szárnyak. Na hát, Isten hozott nálunk, hogy is hívják téged? Engem úgy hívnak, hogy Dália. Elmentek. Jöjjön, majd oda vezetem magát. Hehehe, ez aztán döfi hangzik. Könnyen jött, és könnyen ment. Nem lesz, aki henyérget. Táncolni vágyom a virágokkal. Hamad jöhet a nagy óhaj. Óhajod viszont nem látnád, éppen széket tulipánkodjál. Csimpánzoknál az a szokás, hogy egész nap lesz majd a majomkodás. Jöhet eső, jöhet hú, annál viszont nem való. Lehetne valami másképpen, legyen mondjuk a lúzer éppen. Megyek is. Látod azt a vitét? Igen, ez a madárka teljes szemegőszölt. Na, milyen jó kis nap. Egy szép kis nap lementek, te meg. Persze, amióta nem látta a szemléletáját az égen. Például azt ott, az égi szellemet nagyon meghallgattam megint. Nem is tudom, hogy te hogy akartad. Úgyhogy szépen befoghatnád a szádat. Odin! Hoztam neked ezt a kicsacamot. Én nem megyek szerintem, tök mindegy. Majd ti fogtok ide. És jobb lesz, ha leszoktok el. Távjöttünk, tök mindegy. Vigyázzatok addig rá. Majd el leszek itt a valamit. De ha visszajövök, azt ajánlom, hogy legyen épp kézzel. És mindig is vágyok egy apai tanácsot. És ti legyek az apukkal. Remek! Akkor majd vasárnap reggel várlak téged. A szervusz! Most viszont szerinted. Figyelj csak ide! Arra gondoltam, hogy én lehetnék az anyukád. Nagyszerű, akkor elszívja a anyukája. Na, ne vártok egy pászot, bemegyek a szomszédba. Megnézgetek, akkor mi ketten maradtunk. Na, oda leszel, mint én. Pontosabb úgy, mint a többi. Ez akkor tud, hogy épp ezzel nem vagyok előtt. Mit izgat az téged? A növekedésed az itt a lényeg. A növekedés mindenképpen a gyógyítás kulcsa. Nem úgy, mint a szellemeké. Megijedek tőlük. Látom a plemettét. Pont olyan, mintha épp ezzel a holtat táncolgattam volna. A mértékben úgy táncol a hold, amikor éjfügyünk. Hagyjuk ezt a parlamenti balomszágot, inkább folytasszuk ennél a szitunál.
Attól tartok, hogy nekem kell vigyáznom meg, ugye tudtad? Rám, és hogyan fogsz hozzá? Hát, megteszek bármit, amit csak kész. Mit kívánsz? Azt kívánom, hogy számolom. Jó, de hogy értette ezt? Úgy értette azt, hogy látom kaptam ki téged. Nem baj, majd éppen szégyen megtanulja. Éppen szégyen megtanulja az ezelmesten. Hogy is csinálja ezt, miért is hozzok el? Álljál persze. Megtöröm a fejem, és aztán rácsöllenek. Ez rád is vonatkozhat ezzel fel. Így jó, ha tudsz. Végül is nem mondjuk ennyi az izi, ha ennyi el lennék ennyire. Na drága kis irányom, hol a tetszünk? Íme egy valódi reggeli. Ó, kedves. Kösz, te vagy hív. Odin. Igen. Átjönnelte kapcsolni a tévét. Szeretném nézni ezt a műsort. Ja, persze. Most boldog vagy? Igen, úgy bizony. Micsoda? Te na zivám! Jaj, jaj. Még a végén azt is jó, hogy nagy szuszál. Mit mondtál? Úgy értettem, hogy nyugodtan érjél magad. Én megyek és csinálj ebédet. Hát, ahhoz, hogy épp ezéggel anyuka akarsz lenni, akkor be kell vállalnod a következményeit. Miféle következményeit? Szóval soha ne tett bondá szegintzem, legfőképpen Áriát nem. Te most könnyen beszélsz. Miből gondolod azt, hogy épp ezéged Áriá lenne az én lányom? És pedig nem is érte valójában, hogy ez a gólya, valójában miért ott engem kellett választania, ahelyett, hogy azt a nevedet fiszkot választhatta volna. Hogy miért is? Ja, tudom. Azért, mert a rossz anyám vagy. Igazad van. Te, Dália, hová lakta a szuszait? Emlékeztem róla fent a padráson. A padráson? Tudom már. Felmenjünk a padrásra. Jó ég. Faj. Olyan, mintha egy kurazák éppen lakott volna. Már csendben kérek. Te lakja ezt az utcait. Légy mindig résen. Résen lennék, ha nem tartanál nyitva a szádat. Pont ahogy ettől féltem. Ezek roxi ruhái. Én már megnéztem. Menjünk tovább. Ide kubizzál. Ekkor az utcát még nem láttam. Mivel lehetek szolgálatotokra? Csak megpróbálok kikapcsolni. Vagy ne? Jaj-e. Dogi, ne menj a fénybe, muszáj lesz. Mindenképpen szedni foglak. Dogi, pszt! Bocsánat. Ti meg mit akartok? Hogy erről betűztem én neked, de itt jár Dália? Hát járt ittem. Mondtam neki azt, hogy éppen lakja ide-oda azt a szuszokat, de aztán így alakult a dolog. És tudjátok miért? Ő kamaszlánynak hiszi magát. Jaj, mit tettem? Odi, hova mész? Megyek gyorsan Dáliáért. Lehet, hogy valami baj esett. Vagy még annál rosszabb. Várj, veled megyek. Nem kösz. Jó. Újra vagyok a helyzetek.
Oké, most már jöhet. Na végre. A szemét hagyjász 10 napi fegyház. Oké, ezzel meg. Na most visszatérek a partnerkrumjához. Vissza a bunkára. Innen tartozatni heves mennyit. Vagyis, hogy a fákat nagyon örülök. Vajon van az ember? Mi ez? Hát, ti meg mit csináltok? Nekádat csinálunk. Épp eszéggel az az ki volt? Tudok, ki lehetett az be a Dália szülő. És ezt pont most mondod nekem. Nem szívesen mondod, de az egész haszukkába viszont nem lehet megérteni. Mint pont Dália lenne a lánya? Hát, mert egy beszélgei vagyok az anyukája. Be lehet fejezni el anyukázkodást. Csak nem akar engem feljönni. Maga a hazaár. Nem vagyok semmi a hazaár. Csak éppen azt teszek, amit én szoktam. Ilyen lesz szép. Bemészhetek hozzájuk? Hát, felelően. Jöjjön, csak jöjjön. Na, akkor mindjárt jövök. Elégek. Szóval, hol láttátok? Ott az udvaron. Remek, akkor indulás. A bogol még mindig pofázik? Nem tudom. Lehet, hogy igen. Attól tartok, hogy egy kicsit elkésztünk. Az lehetetlen. Vagy jéges, valamelyik ütődött, viszont ide lakta ezt a maszkot. Biztos, hogy ő lehetett az? Hát maga nem lát a szemétől. Nézze meg a laposzán. Amely szólok. Muszáj egy folytába beszélnie? Hát, muszáj végül is, hogy itt a nagy bagoly. Pont, hogy ettől féltem. Még annál rosszabb, az annál kínosabb. Ez bűntényes eset. Ez maga a bűn. Miért? Mi olyan szörny? Dália nincs ott. Nincs ott. Az lehetetlen. A szuszok már itt voltak és ide hallgasszon, hölgyem. Talán egy picikét viszont túl halucinál. Be kell venni az aszpirint. Micsoda. Aki kómába eszik, az ő megbánja. Mi történt? Hidd ide, Mollit. Csak ez az ő tanácsa. Meg kell találnunk Dáliát. Én viszont benne vagyok. Szuper. Akkor keresztjük meg. Hát, hogy én nagyon örülök, hogy te ide látogattál. Semmiség volt. Végül láthattak volna a te kis alszodát. Éppenséggel nagyon örülök, hogy itt lehetek veled. Én is tudtam, de szekezzegem. Igen, menekülünk ennyit. Valójában tudok egy sokkal jobb helyet. Valóban is mi? Olyan helyet, ahonnan minket nem bánthat. Dália, hoztam neked egy instant levest, gondoltam teszni fog, de igaz, hogy egy fokhagymát, de egy kis szó viszont nem állhat. Te jó ég, az anyukám el kell bújnod. Rendben, itt várlak ezen a szalkon. Túl szűk. Így jó. Jó. Ki ezt beszéltél? Senki ez. Csak gondoltam, innét fajú a szél. Na, ki vele? Legalább elmondhatnád nekem. Na, jól van. Akkor tovább. Várj! Észlevettem a
volt. Adakozzanak, jaj, adakozzanak. Nem. Meg tudom magyarázni, kisasszony. Barátnő, úgy tudtam. Tehát ezt kiagyalgattad? Valójában csak azt hitted, hogy jó anyuka vagyok, mert az éppensége arra gondoltam, hogy Molly bármépedben itt lett. De te, kiképezte azt a lehetetlen kis balmot, ami pontosabban innét fúj a szél. Miért csinálod ezt velem? Anyu, megpróbálom elmagyarázni. Elég legyen, szavafogságban vagy. Te nem parancsolsz neki. Karatézni. Hogy látsz a vasztus, de... Jó, bele nem a levesbe. Bocsánat. Semmi baj. Na, húzunk innen. Jaj. Mellemed. Hova tűnhetett? Elmondjam, hova tűnhetett. Éppen sige elhúzott. Éppen valójában meg akart tőle szabadulni. Hát, hogy miken vannak. Hát éppen sige láthattam volna, hogy mi történik. Mert éppen láttam azt, hogy mivel csinálgattak. Pedig én is tudom, elmenekültek a szerelemét. Tudom, gonosz kaszalja. Az mi a véleményed? Hát ez így nevetek. Hoppá, eljött a Mollikát. Szent tisztelet, Molly! Hát akkor holnap este várlak téged. Oké, szia. Hát, megnézem Mollyt, hogy halad. Mert azt elkapom, hogyha még leszel, meglátom a szóval, mit történsz elő Dániával. Különben is mi történhetett vele? Elvúsz, Molly! Bizusz van. Hát nagyon örülök, hogy itt láttak, mert épp eszége, hogy Dália éppen a... Fiat, hol van Dália? Azt hiszed, tudom, hol van. Hát, a sztori idáig dagadt. Oli, pedig én megbíztam benned. Nagyon sajnálom, Oli. Talán nem vagyok igazán jó, hogy gyerekszősz. Nem, Oli. Én vagyok a hibász. Nem kellett volna rád bíztam ezt a gyerekszőzködést. De tudok egy sokkal jobb helyet ahhoz, hogy végül megtanult ezt kérdett. Na és milyen az? Egy meglepetés, csak neked. Szuper. Mi van? Hol van Dália? Hát nem is tudom, de én a helyedben nem mesélném el szívesen. Jaj, jó ég. Pedig én megbíztam ezt a gyereket. Jaj, nekem. A főnököm le fog taszítani a trónról. Pedig én legalább mennyit dolgoztam ezért. Pedig ez őjöhet. Hé, ki adja azt a nagy rizsajt? Értetlen. Csak a szomszéd. Véletlenül csak a bujizgattak egész nap. Szóval a szomszéd. Legalábbis attól függ, hogy mennyire tévedtek. De nem ez itt a lényeg. Most melyiknek adjam oda ennek a szomszédnak? Amit, hogy annak? Magasságosak, ugye nem azt képzelje, hogy engem akarja. Nem is tudom, de... De te lehetnél a csali, mit szólsz hozzá, kisasszonyocska? Ugye nem azt akarja mondani, hogy engem akar a csalinak? Hát, dehogy is nem. Mégis jól jöhetett volna egy kis remek csali ahhoz, hogy végül a gyerekhez vigyázhatnak. Mert attól tartok elmenekült ezen benzeg miattad, ugye jól mondom? Hát, az attól függ. Tudok egy jobbat is. Teroxikán, mit gondolsz erről? Hát megpróbálhatjuk, miután Odin éppen elkergette Dáliát, miközben a más szülei voltak. Ő lehetne a legnagyobb csali. Hallottad a kisasszonyt? Most te jössz.
Bármit csak ezt, ne? Na hát akkor most mennünk kell. A szív a kötelség. Vinnem kell ezt a szállítványt. Sorra személydemes. Majd add át üdvözletemet a szomszédomnak. Na majd cseteget. Na viszlát, Roksika. Hív a kötelség. Viszlát és minden jót. Hát hiába, így van ez jól.